Sziasztok! Mai napon a fektetést fogjuk megnézni. Most már a kutyus ugye nagyon szépen leköveti a kezemet, és lefekszik egyből, hogyha benne van a kaja. Most azt akarom elérni, illetve én ezt ugye már otthon gyakoroltam, hogy leteszem a kezemet, de abban éppen nincsen kaja, arra a kézjelről megcsinálja a fekvést, és ha megcsinálta, akkor utána a másik kezemből kapja a kaját. Koni, fekszik! Az szuper! Nagyon jó! Tehát letettem a kezemet, kutya megcsinálta. Ha úgy marad, akkor még dicsérgetem, mert én ugye nem mondtam más neki, csak az, hogy fekszik, és ő ezt csinálja, tehát ezért neki jár a jutalom. Így stabilizálom azt, hogy amint megkapja a kaját, ne ugorjon föl, ne pattanjon föl. Ha mégis megtenni, hogy fölül, akkor visszafektetem, és semmi gond, utána úgy ráteszek egy vezetőt, hogy fekszik, és szépen kapja. Úgy. Ha már ilyen szépen fekszik, most megnézzük, hogy mit csinál, hogyha megmozdulok. Ugye azt mondtam nektek, hogy nekem egy vezényszó van erre, ugye őre fekszik le állításra, és a kutyának nem adok egy plusz maradót, vagy vágyt, vagy akármit, hanem a kutyának azt a pozíciót tartania kell. Úgyhogy nézzük meg. Szuper. Amint látjátok egyébként, az a napi pár perces gyakorlás, most már az a vezető, hogy a kutya egészen stabilan marad fekve. Jelenleg mi ott tartunk, hogyha a látó mezejébe vagyok a kutyának, akkor egy olyan nagyjából 5 lépés távolság az, amit én most meg tudok tenni, és tudok mozogni is, és a kutya stabilan fekszik. Ha mögé megyek, akkor egyelőre megfordul, de egy gyakorlás kérdése az egész, illetve mindig egy picit nyújtani kell a határokat, és a kutya szépen meg fogja érteni, hogy bárhova mozdulok, ő maradjon ott. Otthon, amikor gyakorlok, még azt szoktam csinálni, hogy az egyik helyiségbe lefektetem, és de 2 lépés távolságban mondjuk legyen a másik helység, és csak fekszik le. 2 lépés távolságban legyen a másik helység, és elbújok a fal mögött egy másodpercre, visszanézek, ha ott maradt, visszamegyek, nagyon megdicsérem. Hogyha elmozdult, akkor visszafektetem és újra megpróbálom. És így a kutya szépen megszokja, hogy ha elmozdulok előle, ő akkor is ott maradt, és megkapja a jutalmat, és én vissza fogok térni hozzá. Szuper ügyes vagy, jó van! Jó, ennyit a fektetésről mára, jó gyakorlás, sziasztok!